színes programok a Parázsvarázson. A Móricz iskola diákjai is részt vesznek a City Rockson. Döntetlent játszott a Dépasi a Kozár Mislány ellen. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Idén újra megrendezik a Parázsvarázs elnevezésű családi fesztivált. Sajnos az elmúlt időszakban rengeteg eseményt kellett elhalasztani a kialakult vírushelyzet miatt, de szombaton mindenki felszabadultan élvezheti a zenés, szórakoztató közösségi programot. A korábbi évekhez képest idén Dunaújvárosban egyidejűleg rendezik meg a Parázsvarást és az augusztus 20-ai ünnepi programokat. A népszerű városi piknik lebonyolításáról a fesztivál két szervezője, Pető Zsolt és Petőné Parádi Judit adott részletes információt stábunknak. Lassan két éve nem lehet rendezvényt szervezni. És most az történt, hogy a város úgy gondolta, hogy szeretne a Parázsvarázs eseményt, tehát szeretné a Parázsvarázs eseményt is megrendezni, minek utána ez ugye hagyományosan májusban szokott megrendezésre kerülni, de akkor még a védelmi intézkedések miatt erre lehetősége a városnak sem, meg senki másnak nem lett volna. És ezért úgy döntött a város, hogy ezt összevontan az augusztus 20-ai állami ünnepséggel rendezi meg, és hát most ezt tulajdonképpen ezt a két rendezvényt itt együtt rendezzük meg. Pető Zsolt kiemelte, a koronavírus járvány sokáig akadályozta a programok megszervezését, de az enyhítéseknek köszönhetően újra ünnepelhet Dunaújváros. A városvezetés úgy döntött, hogy idén augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkkel együtt szervezik meg a népszerű gasztrófesztivált, méghozzá egy teljesen új helyszínen, a Szalki-szigeten. Inkább arról az oldalról közelíteném meg, hogy mire kaptunk és kértünk engedélyt. Mi úgy gondoltuk, hogy egy olyan 4500 fő várható. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz, de erre kaptunk engedélyt a hatóságoktól. Főleg akkor volt még ez így, amikor úgy volt, hogy védettségigazolvány kötelező a rendezvényre, de ezt el kell, hogy mondjam most itt mindenkinek, hogy védettségigazolvány nélkül. Ahogy azt már megszokhattuk, kiváló programokkal készülnek a szervezők az idei Parázsvarázsra is. Petőné Parádi Judit elmondta, a fő cél az, hogy idén a helyi művészek, zenészek és táncegyüttesek is nagy szerepet kapjanak a rendezvényen. A célja elsősorban az volt, hogy a helyi művészeket is bevonjuk, így ugye helyi táncegyüttesek és együttes is van. Nyilván a fő fellépő az nagyon fontos volt, több megkeresésünk is volt, de végül is a Hooligans együttes, ő a fő fellépő, ő rá esett a választás. Előzenekar lesz a Bitkohó, ami egy helyi zenekar, illetve a táncegyüttesek közül lesz a Le Femme Majorette, aki ugyan nem dunaujvárosi, de dunaföldvári, és szép eredményekkel büszkélkedhetnek a saját területükön. Lesz a Dunaújvárosi Vasas Néptáncegyüttes egy augusztus 20-ai fellépéssel, és lesz a My Way és a Wesley de Capo táncegyüttesnek egy kis bemutatója. Rendkívül fontos kiemelni, hogy védettségi igazolvány nélkül is látogatható a rendezvény. Minden további részletes információ megtalálható a Parázsvarázs hivatalos weboldalán. Ternai Nikolett és Vas József, a Szalki-szigeti kemping munkatársai rengeteget tesznek azért, hogy a Dunaújvárosban nyaralók vidám környezetben tölthessék szabadságolásukat. Saját maguk által készült falfestmények, bútorok és dekorációk teszik még barátságosabbá a szabadidős bázist. A hatalmas rekreációs bázison ugyanis most már több olyan alkotásuk is van, ami kicsit otthonosabbá, színesebbé teszik a kempinget. A recepciónál raklapbútorok, az épületek falán különböző falfestmények díszítik a környezetet, amelyeknek mind külön története van. További részletek a DO-n. A Móricz Zsigmond általános iskola diákjai is fellépnek az idei City Rocks rendezvényen. A fiatalok több alkalommal is közös énekléssel készültek az előadásra, ahol számos más zenésszel és énekessel együtt csatlakoznak a kezdeményezéshez. Mint az köztudott, 2021-ben Dunaújvárosba érkezett a City Rocks. A rendezvényhez az ország szinte minden pontjáról csatlakoztak zenészek, énekesek, és a népes fellépőgárda közt ott lesznek a Móricz Zsigmond általános iskola diákjai is. Mindenről Horváthné Ottinger Hajnalka intézményvezető számolt be.
Tavaly érkezett már ez a megkeresés, csak a Covid helyzet miatt törölték ezt a programot, és az idén újra megtörtént, hogy felkerestek bennünket, hogy éle még a szándékunk az irányban, hogy megjelenjünk és fellépjenek a diákok a City Rockon, természetesen elfogadtuk. Ez egy nagy lehetőség a gyerekeknek, de egyben nagy munka is, ugyanis a nyári szünet kellős közepén vagyunk még egy pici van azért vissza, és hát ezzel a gyerekek vállalták ugye a háromnapos iskolai próbákat, illetve szombaton délelőtt a főpróbát, és szombat délután pedig a fellépést, és nagy izgalommal nézünk a feladat elé. Az igazgató hozzátette, a koronavírus járvány következtében több esemény is elmaradt az iskolában, így ez a lehetőség a közösségi élet fellendítésében is nagy szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy teljes mellbedobással álltak neki a próbáknak, és köszönöm szépen a kolléganőknek is, Szigeti Adriennek, illetve Fazekas Andrea kolléganőnek is, hogy bevállalták ezt a feladatot. Sajnos ebben a tanévben elmaradtak a kórus próbák, megint csak a Covid helyzet miatt, és évvége fele már azért voltak lehetőségek az együtt éneklésre, a közös éneklésre, és én azt gondolom, hogy ez egyfajta hiánypótlás is, hogy a gyerekek lelkesedése töretlen, hogy részt vesznek ezen a fellépésen, és külön öröm számunkra, hogy az elballagott nyolcadikosaink is vállalták ezt a feladatot. Az intézmény tanulói több napon át készültek a színpadi performance-ra. Az egyik próba után stábunknak lehetősége nyílt beszélgetni Árgyalán Bálinttal, aki elmondta, társaival együtt nagyon várják már a koncertet. Igazából a tanárok ugye megkerestek minket, adtak nekünk egy papírt, hogy lehet erre jönni, és ez egy élmény, hogy lehet énekelni színpadon, több ember előtt, ráadásul nem is ilyen népdalokat, hanem modernebb, a mai generációnak inkább fekvő dalokat, és ráadásul aki szeret énekelni, annak ez még inkább egy plusz. A City Rocks, avagy Európa legnagyobb flashmobja a tervek szerint rendkívül sok résztvevő és érdeklődő részvételével valósul meg a Szalgi-szigeten augusztus 21-én szombaton. Ráckevén rendezték meg a kajakkenusok felnőtt U23-as és ifjúsági világbajnoki válogató versenyét a mögöttünk hagyott hétvégén. A megméretésen ott voltak a DKS versenyzői is, akik négy fővel, Horváth Laurával, Katona Lilivel, Kulcsár Dorinával és Máté Krisztiánnal vágtak neki a viadalnak, méghozzá remekül kezdve, ugyanis a kajak egyesek rövidkörös, 3,4 kilométeres számában Máté Krisztián óriási hajrát kivágva szerezte meg az első helyet úgy, hogy mindössze fél másodperccel előzte meg a győri Boros Adriánt, illetve a vasas versenyzőjét Solti Lászlót. Ez egyben azt is jelentette, hogy Máté Krisztián ott lehet a szeptember 30-a és október 3-a között Romániában sorra kerülő világbajnokságon. A számtalan zicser ellenére is egy-egyes döntetlent játszottak a szezont kiválóan kezdő Kozár Mislany együttese ellen a Dunaújváros Pasel labdarúgói. Varga Balázs tanítványai a mérkőzés előtt a győzelem reményében vágtak neki a küzdelemnek. Döntetlennel zárta a Kozár Mislany elleni mérkőzését a D-Pase. Varga Balázs tanítványai a győzelem reményében vágtak neki a találkozónak, méghozzá lényegesen erősebb ellenfelüknél, és ha kesztyűs jobban céloz egy szép szöktetés után, már a 7. percben megszerezte volna a vezetést együttesünk. A rekkenő hőségben lejátszott első félidő ivószünete után kezdett valamelyest magára találni a listavezető, mely a 29. percben némi meglepetésre egy sikeresen végigvitt kontra után Turi éles szögből leadott pontos lövésével a vezetést is megszerezte. Sokáig nem kellett azonban szomorkodni a hazai drukkereknek, mert a 41. percben Balog remek kiugratásával kesztyűs lépett ki újra, aki ezúttal jól gurított el a kifutó kapus mellett a játékszert, így egy-egyes állással vonultak pihenőre a felek. A térfélcserét követően valósággal kapuja elé szögezte ellenfelét a D-Pase, mely sorozatban alakította ki zicsereit, ám hiába került a kapussal szembe kesztyűs, Tóth és Boglár is, rendre rossz megoldásokat választottak a háló előtt, így nem sikerült megszerezni a remélt vezetést. A párharc végül egy-egyes döntetlennel ért véget, aminek a játékképe és a helyzetek alapján egyértelműen a Kozár Mislany örülhetett jobban. A mérkőzést követően Varga Balázs vezetőedző értékelte a pályán látottakat. Óriásit futballoztunk a mai napon. Szerintem a másik fődőben jobban játszottunk, mint az eddigi mérkőzések bármelyikén ebbe a szezonba.
rengeteg helyzetünk volt, tehát nem akarok túlozni, de fejemben most 4 100%-os gólhelyzet van a másik félidőben, amiből minimum 2 értékesíteni kell, és le kell zárni a meccset, meg kell nyerni a mérkőzést. Ettől függetlenül egy jó csapattal találkoztunk, aki tiszteletet érdemel. Nyilván mindent megpróbáltak ők is cserékkel, úgy szervezték a védekezésüket nyilván, hogy a kontrákat jól építsék. Kiegyensúlyozott meccs volt erőviszonyokat tekintve, de jobbak voltunk játékba ezen a napon, és közelebb álltunk a győzelemhez, nyerni kellett volna. A vezetőedző hozzátette, a jövőt illetően mindig vannak olyan aspektusai a játéknak, amelyben fejlődniük kell. Mindig mindenen próbálunk, azért elkerülhető gólt kaptunk, amire készültünk, a Turi Tamás ellenfél balvédője nagyon jól lépett föl, volt erre gyakorlás, készültünk rá, egy ütemet késtünk, megoldották, tehát mindig van olyan szegmens, ami javítani kell, de azt gondolom, ez a csapat nagyon jó úton jár, és nekünk ezt a futballt kell minden héten bemutatni, akkor rengeteg mérkőzést meg tudunk nyerni. A Dépase labdarúgói legközelebb a Mohács együttes ellen lépnek pályára idegenben augusztus 22-én este 17:30. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!